Kisebb jubileumhoz érkezett az Ötvös Kupa, 10. alkalommal rendezték meg az utánpótlás tornát. A nemzetközi jelleg megmaradt, de észáv csapatok ugyan a járványhelyzet miatt nem fogadhatták el a meghívást, egy kassai együttes viszont ott volt a mezőnyben. A Nyíregyházi Egyetem és a Vecsik tornacsarnokában a házigazda NKK Ötvös és a Kassa mellett 6 másik, közt egy kiemelt nemzeti akadémiai és 4 akadémiai U16-os együttes lépett pályára. Alapvetően nem volt egységes a mezőny, 2-3 csapat leszakadt róla, de egyébként 5 nagyon jelentős játékerőt képviselő csapat volt itt, ami különben volt számomra, hogy a külföldről jött kassai csapat az igen beleérett ebbe az erős mezőnybe, hiszen döntőt játszott és később megnyerte, de maximálisan elégedettek lehetünk az akadémiai csapatok szereplésével. A Vasas, a Kecskemét, vagy a Debrecen nagyon jó formát mutatott és nagyon jelentős játékerőt fog képviselni a következő szezonban. A hazaiaknak nem voltak vérmes reményék a torna előtt, és nem is borult a papírforma, a Savics Bráne által irányított együttes megismételte tavalyi szereplését. Annyira egy házi kosárba a klub NKK Ötvös csapatára tudni kell, hogy egy iskolára épülő csapat, tehát nekünk nincs akkora széles merítésünk, mint az akadémiai csapatoknak, vagy mondjuk a nem akadémiai Miskolc egyetemi csapatnak. A maximális elvárásunk az volt, hogy ha lehet, minél jobban álljunk helyt, ha ki is kapunk, minél kevesebb pont különbséggel kapjunk ki, és ez sikerült is, már a csapat 8. lett, de tavaly is 8. lett, aztán a rossz bajnoki főpróbát követően meg bejutott az ország 15 legjobb csapata közé, most ugyanezt várjuk el a csapattól. A tornát végül a Rim Basket Košice nyerte, miután a döntőben 66-55-re verte a Kecskeméti Kosárlabda Akadémia csapatát. A harmadik helyet a Vasas Kosárlabda Akadémia szerezte meg a Szolnoki KO elleni 88-45-ös sikerével.